A felvételeken a kerékpár sport legjobbjai szelik át az utakat Dombóváron. A verseny május 8-a és 12-e között zajlott Magyarországon. Az idén 5 szakaszból álló viadal összesen 851 kilométeren zajlott. A rangos eseménynek Dombóvár is részese volt, hiszen az utolsó zárószakaszt Siófok és Pécs között rendezték meg, a bringások így pedig Dombóváron is áthaladtak. Pintér Szilárd, a település polgármestere azt mondta, a városnak ez nagy ajándék volt. A város apraja nagyja, sok szeretettel várt a kerékpárosokat. Egy picit megijedtem, nyomom is, hogy lekések az elejéről, hiszen mire elfogyott az ebéd, ottan már Tamásiba voltak, nagyon gyorsan jöttek a kerékpárosok. Több kilométer hosszan nagy taps fogadta őket Dombóváron, óvodások, iskolásaink zászlót lengettek, és szeretném megköszönni Pápai Lacinak és tanítványainak, hogy verték a dobot több mint egy órán keresztül, és próbáltak meg jó hangulatot teremteni. Nagyon remélem, hogy a városon átaladó és arról látott képek is alapján meggyőző volt az a látvány, és ez az útvonal többször elő fog kerülni a Tour de Hongrie-nek a tervei közt, és többször látogatják meg településünket a kerékpárosok. A közönség a versenyt a város négysávos útszakaszának két oldaláról tekintette meg. A kerékpáros viadalt a belga Thibaut Nys nyerte. A május 12-i Dombóvárt is érintő etapon pedig a holland Wout Poels volt a leggyorsabb. Összetettben legjobb magyarként Dina Márton zárt, aki a 13. helyen végzett.